A Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt Bozsik program keretében ismét utánpótlás képző futballtornán vehettek részt a rákosmenti óvodások. A Rizlevente Sport és Rendezvényközpontban megvalósult rendezvénye Horváth Tamás polgármester is tiszteletét tette, aki kiemelte, fontos, hogy a fiatalok már kisgyermekkorban megszeressék a mozgást és életük részévé váljon. Számunkra eleve a sport, ami nagyon fontos, hogy minél többen sportoljanak a kerületben, hiszen a sport, mint tudjuk, azért az egészségünk szempontjából nagyon fontos. Ezért is örülök annak, hogy már ilyen kicsi korban, tehát már az óvodában elkezdjük a gyermekeket felmérni, megpróbálni őket bevonni a sport világába, és hát látjuk, hogy nagyon lelkesek a gyerekek. A 17. kerület legnagyobb egyesületének, az RKSK-nak színeiben játszó legfiatalabb korosztályban ezúttal több mint 200 résztvevő mérte össze tudását. Az 1949-ben alakult 17. kerületi szervezet számos helyi óvodásnak biztosít lehetőséget a sportolásra. Mindemellett pedig ezeken a sporteseményeken lehetőség nyílik arra, hogy a legtehetségesebbek is bemutatkozzanak. Nagyon fontos az számunkra, hogy minél több gyermeket válasszunk ki, akik ugye előrebb tartanak a kortársaikhoz képest, és ők külön edzésen az egyesületbe vesznek részt, amik ugye délutáni foglalkozásokat jelent, napi, heti 4 edzéssel. A 2011-ben újraindított országos szintű kezdeményezés a tervek szerint a jövőben is folytatódik majd.